megérkeztünk a híres csónakos fejfás temető kapujához, amely nem csak az archaikus, fából faragott, csónak alakú sírjelekről híres, hanem arról is, sőt arról talán még inkább, hogy ebben a temetőben nyugszik a magyar himnusz írója, a politikus, a költő, a szónok, az esztéta és a reformkori hazafi, Kölcsey Ferenc. Tekintetes úr, alázatosan köszönöm azt a szerencsét, melyet nékem levele által szerezni méltóztatott. Én magam csak igen kevés embernek merném írásaimat, kivált magyar verseimet mutatni. Méltóztasson megengedni, hogy merészelhessek egy darabot verseim közül a tekintetes úrnak bemutatni. Ha a merész cselekedetem vétkül nem tulajdonítatik, boldog vagyok. Alázatos szolgája, Kölcsey Ferenc.